Ugye ilyenkor legtöbben szerintem az őszről az jut eszükbe, hogy, hogy rettentő színes a környezetünk. Ugye ez a színes környezet a faleveleknek köszönhető, és a falevelek ilyenkor majd az ősz végén lehullanak. A Szengrótért Kft. munkatársai felkészültek az őszi szezonra. Ugye lassan vége a fűnyírásos időszaknak és a falevél gyűjtése kezdődik el. De ahogy kezdtem, tehát csodálatos az őszi táj itt Zala Szengróton és a környékén én mindenkit arra biztatok, hogy menjenek el kirándulni, és itt bent a városban is nagyon szép a környezet, gondolok itt a Halastó környékére, amit szintén a Horgász Egyesület munkatársaival, az önkormányzat munkatársaival rendbe tartunk, és most láttuk és szóltak a, horgászegyesülettől, a Horgász Egyesülettől, hogy a, az útnál, a sporttónál, a kis a, a partfal megcsúszott, ezt mindenféleképpen rendbe fogjuk tenni most. Ugye köszönhető annak, hogy ez az átmenő forgalom ez nem nagy teherautókra lett annak idején méretezve, és ugye ott van a, a hulladékudvarunk, és ott van a tógazdának a, a, a keltetőtelepe, és onnan hordják el a halakat, de mindenféleképpen meg fogjuk csinálni ezt, hiszen egyrészt mondom, hogy nagyon sokan járnak arra sétálni, másrészt pedig ott vannak a, a horgászaink, akik megkapták a, ebben az évben plusz tíz évre a, a horgászát, tavaknak az üzemeltetését. Ők elkezdték már az iszaptalanítási munkákat ilyen vegyi anyagokkal végezni, tehát szépen rendbe tartják a horgáztavaknak a, a, környékét, úgyhogy ez lesz egy nagyon-nagyon sürgős feladatunk az elkövetkezendőkben. Idén is sikeresen csatlakoztunk a Búrsa Hungárika Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázathoz. Be tudnám mutatni az ösztöndíjprogramot. programot? Igen, örülök neki, hogy a felsőfokú oktatás intézményekbe járóknak is van támogatási rendszere, hiszen az önkormányzata idén iskolakezdési támogatást adott a középiskolásoknak és általános iskolásoknak, bérlettámogatás van a részönkormányzatokból, utazóknak tankönyvtámogatás van, és a felső fokú intézménybe járóknak meg van ez a Bursa Hungarika, ami egy ilyen három pilléres pályázati rendszer. Egyrészt egy kormányzati részből áll, egyrészt a megye gyűlésből, a megyei önkormányzatok, a harmadik része pedig a, a városi önkormányzatok, és tényleg minden évről évre, minden évben mi támogatunk ezt, hogy hamarosan ki is lesz írva ez a támogatási rendszer. Ez van egy, két része van, az egyik a felsőfokú intézményekben, a másik pedig a végzős középiskolai hallgatóknak van. Én nagyon örülök neki, hogy a Szengróton nagyon sokan igénybe veszik, és örülök, hogy őnekik is tudunk segíteni, és remélhetőleg a felsőfokú iskoláik befejezése után pedig visszajönnek Zalaszengrótra is itt fogják a városunkat erősíteni. Döntés született a képviselőtestületi ülésen arról, hogy a Szentgrót termálfürdő visszakerül az önkormányzathoz. Miként jutottak erre a döntésre? 2017-ben adtuk ki 10 évre a fürdő üzemeltetését egy szerződés alapján, és én úgy érzem, hogy akkor jó döntést is hoztunk ezzel. A vállalkozó azóta meg akar szabadulni ettől a profiltól, hiszen Egerszegen is üzemeltette ott az ott lévő fürdőt, és már teljesen más felé akar mozdulni, tehát a vállalkozását más felé kívánja vinni, és ezért keresett meg minket, hogy, hogy vegyük át az üzemeltetést. Ugye van egy szerződésünk, ami 2027-ig szólt, tehát természetesen bizonyos feltételekkel. Kicsit megerősítette nekünk abbéri szándékokat, hogy visszavegyük, azért az idejében nem jó híreket kaptunk a fürdőről, mint az egyes ott dolgozóknak a viselkedésével, másrészt pedig a színvonal csökkenése kapcsolatban. Amikor még ez az, az üzemeltető volt, csak más fürdővezetés volt, akkor azért más voltak a, a, a vélemények, úgyhogy vissza kívánjuk venni. Itt még vannak azért lenemzárások, dolgok, hiszen ezek az üres hónapok, amikor nincs nyitva a fürdő, akkor nyilvánvalóan, hogy ez veszteséget termel. Ezeket kívánjuk minimalizálni, január 1-től kívánjuk átvenni az ott lévő dolgozókkal együtt, addig hogy a KFT-nek a munkatársai lesznek, és a városban más feladatokat látnak el. Az energetikát teljesen át kell alakítani, és ott egy nagyobb megtakarítás érhető el, és fejleszteni kell a jövőben, hiszen ugye emlékezhetünk még, hogy itt a nyár elején a mostani fürdőüzemeltető olyan nagy beruházásokról számolt meg, az egyik önkormányzati képviselővel együtt is olyan kedvezménye rendszereket dolgoztak ki, ami aztán későbbiekben megjósult, nem valósult meg. Tehát látjuk azt, hogy hogy nem jó irányba menne ez a fürdő, ha maradna az üzemeltető. Tehát, hogyha meg tudunk egyezni vele, anyagilag is úgy érzem egyébként, hogy meg tudunk egyezni, akkor a jövőben a Szengrótért Kft. fogja elvégezni. Nem is vélünk tőle, hiszen a Szengrótért Kft. vezetője volt régebben a fürdő vezetője, amikor még jól prosperált a fürdő. Beszéltünk vele, megkérdeztük az ő véleményét, ugye Tóth Istvánról van szó. Ő beszélt már dolgozókkal, úgyhogy állunk elébe a következő szezonnak, de nyilvánvalóan, hogy keressük még azokat a lehetőséget, amikkel még szépíteni, építeni tudjuk a fürdőnket. Új ingatlant vásárolt az önkormányzat. Miért volt erre szükség? Tehát ez nem egy olyan nagy ingatlanról van szó. Ugye mindenki előtt köztudott tudott szerintem, hogy egy 410 millió forintos kerékpárút pályázatot nyertünk, ami a buszállomástól aranyod végéig fog tartani. Közben van egy híd, a műemlékhidunkat meghosszabbítjuk. Ezzel kapcsolatban is már tervezőkkel beszéltük, nézzük a látványterveit is, azokat a terveket, hogy, hogy, hogyan tud ez a híd meghosszabbításra kerülni. Majd ugye aranyodon megy végig ez a kerékpárút. Viszont mi Szengrótiak tudjuk azt, hogy azért ez az Aranyodi útnál van egy ilyen eléggé beszűkült rész, ahol van egy buszmegálló, és a tervezők azt mondták, hogy az lenne a jó, ha azt a buszmegállót át tudnánk helyezni, és akkor ott folyamatosan tudna menni a gyalog és ott a Hegy utca, Aranyodi utca sarkán van egy ingatlan, ami eladásra került, sikerült megegyeznünk az ingatlan tulajdonossá, tehát oda áttesszük a, a buszmegállót, azon van egy ingatlan, egy lakóház, de azt hiszen komfort nélküli, annak majd meglátjuk a későbbi hasznosítását, és így egy folyamatos kerékpárutunk lesz, aminek egyébként hamarosan már a, a, a konkrét építkezés is elkezdődik, hiszen mondom, most már a tervezés már lassan befejeződik, utána történik a közbeszerzés és maga az építkezési része, de itt el kell mondanom azt, hogy azért ez nagyon-nagyon nagy volumenű, hogy egy új híd épülz a Szent az egy hídnak az egy szimbolikus jelentősége is van, kért, két part kötót összeköt, meg ez mindig az innovációnak és a modernségnek, a haladásnak az egyik szimbóluma a híd, úgyhogy nagyon örülünk neki. Másrészt pedig nem csak az, hogy szép lesz és innovatív és modern és a haladásnak a szimbóluma, hanem az aranyodiakat, ott egy új gyalogós kerékpáros hídon nem csak a biztonság érzetük, hanem a biztonságuk is nagyban fejlődik, hiszen nem kell a mostani Zala hídon bejönniük, Emellett ugye ebbe a pályázatban lesznek még kellő helyek a Peninél, az E plusz D-nél, lesznek forgalomtechnikai, forgalomcsillapító eszközök beépítve, vagy az Aranyodi úton, ugye ne száguldozzanak be az autók. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon nagy mérvű fejlesztés lesz, és azért ezt nagyban elősegíti a városnak a kerékpáros közlekedését. Épül az iparterület. Mikorra készülhet el? Már elkészült. A műszaki átadása megtörtént, a hivatalos nagy ünnepélyes átadása még nem, de én úgy úgy gondolom, hogy nem is mindig az a lényeg, hogy hány szalagot vágunk el, meg hogyan ünnepelünk, hiszen hála Isten az utóbbi időben annyi újítás van Zalaszengróton, hogy akkor folyamatosan csak ünnepelnénk. A jelentősége az az iparterületnek, hogy, hogy végre elkészült, infrastruktúrálisan fejlesztettük. Ez azt jelenti, hogy most, ha jön egy vállalkozó vagy egy vállalat, ami egyébként már a jövő héten már tárgyalok is befektetőkkel, hiszen ez már egy hosszú munka volt, hogy, hogy már folyamatosan ajánlottuk ki a területünket, úgyhogy jönnek, érdeklődnek az iparterületünk Iránt. Most már akarnak építkezni, már megvan minden infrastruktúra, közvilágítás, út, szennyvíz, víz, a villany meg a, és a gáz az pedig majd a vállalkozókkal, a szolgáltatókkal kell megoldaniuk, és ott már lehet látni egy ipari csarnokot is, az pedig a hűtőházunk, a közösségi hűtőházunk, ez egy 400 méteres csarnok, ami nőnköltségi áron a termelők a, a terményeiket hűthetik és tárolhatják. Szeptember 26-án volt egy képviselőtestületi ülésük. Összegezni az ott történteket? Nem egy ülés volt, hanem az ülés, hiszen ez volt a 2014-19-es ciklusunknak az utolsó ülése, és hárman, három képviselő már semmiféleképpen nem fogja folytatni a munkát, hiszen nem indulnak az önkormányzati választásokon. Dr. Tiani Otto 2010 óta volt az önkormányzatnak a tagja, Takás Tibor úr 2014 óta és Mazzak Zoltán pedig 2015 óta megköszöntük nekik a, a munkát, és annyira jó érzés volt, hogy tényleg úgy váltunk el egymástól, és még ellenfelek is leszünk, hiszen többen fogunk indulni a választásokon, hogy, hogy valóban egy, egy nagyon remek sikeres öt éves ciklus zártunk, rettentő sok eredménnyel, és nagyon elfáradtunk, mert nagyon sokat dolgoztunk. Én azt kívánom a jövőben minden képviselőnek, és a, a jövőbeni polgár, mesternek is, hogy hasonló sikeres éveket zárjon. Úgyhogy én köszönöm, meg is köszöntem ott az embereknek a bizalmát, hiszen csak ezzel a szengró lakosságával együtt lehetett elérni ezeket a nagyszerű eredményeket.